Mint Szepesi Tibor polgármester fogalmazott, szerették volna megünnepelni ezt a napot méltó módon. Minden évben, az elmúlt években is szerettük volna megünnepelni, és azt gondolom, hogy sikerült is mindig méltó módon megünnepelni az idősek világnapját. Most egy különleges helyszín, hiszen azt gondoltuk, hogy kihasználva az őszi jó időt, és picit rácáfolt itt a végére azért az eső, de kihasználva az őszi jó időt itt a Városháza udvarán egy ebédfőzést szervezünk az idősebb korosztálynak, és hát ugye, ahogy a plakáton is lehetett olvasni, jó ebéd és szól a nóta, hiszen a kettő összefügg, azt gondolom. Tehát valóban egy újfajta helyszínen, egy újfajta programmal szerettünk volna kedveskedni a szenior korosztálynak. Nagyon sokan eljöttek, és tényleg mindenki jól érezte magát. Igazándiból nem zavarta a szépkorúakat a közben eleredő eső sem. Biztosak voltunk abban, hogy a magyar nóta szokásához híven megmozgatja ezt a korosztályt, és valóban így volt, de ettől függetlenül természetesen nagyon boldogan és nagyon örömmel jöttek erre a rendezvényre, amelyet az önkormányzat, ugye az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesülettel közösen szervezett ide a Városháza udvarára. A mai nap hagyományteremtő is egyben. Jövőre így már biztosan várni fogják az őket köszöntő rendezvényt a szépkorúak. Egy hagyományteremtő szándékkal szerettük volna itt ezen a helyszínen megszervezni, és nyilván hasonló programot szeretnénk majd a következő években is tartani, hiszen oda kell figyelni erre a korosztályra, ahogyan mondtam is, hiszen tőlük tanultunk mindent, és azt a sok-sok tudást, amelyet ők felhalmoztak, és próbáltak, és próbálnak folyamatosan átadni a következő generációknak, ezt kell majd nekünk továbbvinni, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy még nagyon sokszor fogunk találkozni ezen a helyszínen is.